Tisztítószerek, gumikesztyűk és 2,5 tonna száraz kutyatáp, a nevezési díjakból és adományokból befolyt összeget ezen termékek megvásárlására fordította a Top Dogs csapata. A korábban megrendezett verseny keretében 3 kutyus is új otthonra lelhetett. A szolnokvárosi állatotthonnak jelenleg 70 lakója van, és idén több mint 270 ebnek találtak befogadót. A jövőben számos jótékonysági programmal várják az adokozni vágyókat. Most november 30-án itt a telephelyen lesz egy nyílt nap, akkor ki lehet hozni a kutyákat, segíthetnek az önkéntesek lefotózni őket, hiszen a közösségi oldalon tudjuk őket bemutatni, és ilyenkor a gyerekek is nagyon nagy célt szolgálnak, segítenek sokat. A versenyt Kröpf Elzsébet OK és kutyakiképző szervezte meg, aki 10 éve hivatásszerűen foglalkozik munkakutyák és házi kedvencek képzésével. A Top Dogs kutyaiskolát 2017-ben alapította meg azzal a céllal, hogy minden tudását átadja azoknak, akik a kutyatartás igazi örömeit szeretnék átélni. A házi kedvenc vizsganapon számos érdekes programmal várták a résztvevőket. Nagyon sok programmal készültünk, ugye volt egy házi kedvenc vizsga, ezen kívül pedig kutyamasszázs, fizioterapeuta, kutyaszemvizsgálat, állatfelszerelés, gazdiknak menedzsermasszázs, illetve a gyerekeknek ugrálóvárral készültünk, illetve tombola is volt, és nagyon nagy sikert aratott, úgyhogy szeretnénk ebből egy rendezvénysorozatot elkészíteni, ezért már a jövő évre is tervezzük ennek a megszervezését ugyanígy Szolnokon, és ugyanígy a szolnokvárosi állatotthon javára szeretnénk felajánlani a befolyt összeget. Az állatotthon továbbra is várja az adományokat. Természetesen, ahogy lehet, mindig adományokat gyűjtünk, nem csak tápot, hanem egyéb termékeket is. Például olyasmit, ami szükséges egy ilyen telep fenntartásához, fertőtlenítőszert, tisztítószert, kesztyüket, védőeszközöket, és ahogy ez összegyűlik, van több állatmenhely, akikkel jó kapcsolatban vagyunk, és mindig szólunk nekik, és odaadjuk.